Azzal fogadott, hogy kényes ügyben akar velem bizalmasan beszélni. Azért hivatott vasárnap délelőtt, mert ilyenkor nincs bent senki. Zavartalanul beszélgethetünk. Tessék parancsolni. Kérlek alássan, te, hogy is mondjam, hát igen, ugyebár te katolikus vagy, mert a hivatalos irataid szerint az vagy, vagy legalábbis az voltál. Persze, az vagyok én most is. Ha parancsolod, elmondom az egész katekizmust, még a kilenc idegen bűnt is. Ó, kérlek. De talán a kedves nejed ő nagysága. Vagy az se zsidó? Az én feleségem? Archimandrita vagy mi a mándruc volt a nagybátyja. Akkor aranykereszt lógott a nyakában, hogy azzal verték agyon a bolsik, Isten nyugtassa szegényt a jó embernek felderült az arca. Mind a két kezével megszorította az egy kezemet. Nagyon örülök. Gratulálok. Már nem a kedves nagybátyátok halála miatt, ne érts félre, őszinte részvédtel vagyok, hanem, hogy alaptalanul megrágalmaztak benneteket. De mondj csak, mi az ördögért szoktatok ti otthon zsidóul imádkozni? Akkorára tátottam a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Mink? Egy ősöm volt, aki szombatos volt az apafi Mihá idejében. Legfeljebb az imádkozhatott volna zsidóul, de azt hiszem, az egyáltalán nem imádkozott sehogy sem, mert lovasok hadnagya volt. Nem értem, csóválta a fejét a direktor. Pedig a mennyus a saját szemivel látta, mikor a minap valami körözvényt vitt hozzátok. Te keresztben ültél a széken, a nyakadban volt a talesz, a fejeden valami kapele, a nejedő előolvasott valami héber imát, te pedig utána morogtad, és még a fejed is billegtetted hozzá. Azt mondja, a menyus nagyon megijedtetek, mikor ő benyizott, és te olyan mérgesen néztél rá, hogy attól félt, megharapod. Hát, amit a filológiában homérika cajnak neveznek, az félénk mosolygás volt ahhoz képest, amit én véghez vittem. Egyre recsegett alattam a kanapé, míg előadtam a tényállást. Szóról szóra úgy volt, ahogy a mennyus jelentette. Keresztbe ültem a széken, mert én azt mindig úgy szoktam, mikor a tükör előtt borot válkozom. Igaz, hogy akkor már túl voltam rajta, de a szalvéta még mindig a nyakamban lógott. Az volt a talesz a fejemet is mostam, látod, milyen tüskés sertén van, ezt szelidítettem le a feleségem rossz fekete sejemkendőjével, ez volt a kapele. A feleségem is csak ugyan előimádkozott, az ábrázoló geometriából olvasta fel a kúpszeletek törvényeit, amik nekem valóban zsidóul vannak, mert már a fél osztályt beszekundáztattam belőlük, mégse értem őket. Az asszonynak az a nagyszerű gondolata támadt, hogy tán énekelve könnyebben beszedném őket, azért ő beállt elődúdolónak, én pedig utána morogtam, és a fejemmel vertem hozzá a taktust. De itt már velem együtt Pruszti haházott a direktor is. Azt hiszem, méltóságos úrkorában nem is nevetett még ekkorát. Mikor a szál letörülgette a könnyeit, megint visszaméltóságosodott, de most is majd sírva fakadt. Látod, fiam, ilyen világot élünk. Ez a menyus telekürtölte vele az egész iskolát, hogy a te feleséged a Jeruzsálemi főrabbinak a lánya, és a tanárok egyre maceráltak, hogy helyeztesselek el innen. Na hát, most már majd megmondom nekik a magukét. Bennem emberükre találnak hanem azért az ajtóból visszaintett, és a lelkemre kötötte, hogy a menyustól óvakodjam. Tudod, fiam, az a legnagyobb tolvaj az egész kerületben. Még a sógorának a keresztkomája is az iskola szenével fűt, de nem tehetek ellene semmit, mert nagyon befolyásos ember a pártban. Tudod, olyan főbizalmi féle, az volt már a kommun alatt is. Megtanultam én azt még a muszkák közt, hogy a negyedik parancsolatnak van egy kodicillusa is, amely azt mondja. Tiszteld a főbizalmit, hogy hosszú életű lehess a földön. Nagyon tiszteltem Menyust, és ennek kifejezést is adtam minden tőlem telhető módon. Előre köszöntem neki, és mindig megkuckusztam azt a lépcső alján mászkáló kis varasbékát akihez atyai jogokat formált, s akit az egész iskola főigazgatónak hívott. Tudnillik, ha a földszinten ordított is, fölhallatszott a második emeletre. Még azt is megtettem, hogy a szivar végeket menyusnak adtam, holott otthon, pipában magamat is delektálhattam volna velük. Még ez se ért semmit. Már nem tudom azért, -e, mert menyus kátói jellem volt, vagy azért, mert a szivar végek csak rövid szivaroktól vették eredetüket. Menyus csóka szeme egyre élesebben fúródott veséimbe, és a kollégák egyre kínosabb csöndbe dermedtek, ha hirtelen betoppantam közéjük. Azért kezdődő asztmámra támaszkodva rendesen már a folyosón fullasztó köhögési rohamokat produkáltam, mert nem szeretem zavarba hozni embertársaimat, és talán örömet is szereztem nekik, amikor konstatálhatták rólam, hogy na, ebből is ugat már a halál kutyája. Az élet mindig ádrá alkalmat az embernek, hogy jót tegyen a környezetével. Hanem akárhogy igyekeztem jóba foglalni magamat, az igazgatóm egyre kapta a névtelen leveleket, amelyek részben előttem is ismeretlen adatokat szolgáltattak életrajzomhoz. Még az is kitudódott, hogy hol én hordom a feleségem szalmak alapját, hol a feleségem mén a vásárcsarnokba az én szvetteremben, ami világos bizonyítéka annak, hogy mi a kommunizmus alaptételeit a gyakorlatban is megvalósítjuk. A direktorom rendesen eldobálta a névtelen leveleket. Matematikus volt, és a logaritmus örök törvényei bizonyos erkölcsi bátorságot adnak az embernek ideig óráig. Ezt az egyet azonban megmutatta. Nézd csak! Ez nőírás. Az, de férfi diktandóra készült. Látod, itt dolgozatjavításhoz szokott férfi kéz rakott bele helyes írási hibákat, hogy olyan legyen, mint egy spontán elhatározásból született női levél. Végre is férfi kéz vágt el a nyakamat, asszonyi segítséggel. Hannibál szövetkezett az elbuktatásomra, emese anyánkkal. Világos, hogy ha Ázsia és Afrika összefog, akkor el kell bukni Európának. Húsvéti konferenciát tartottunk, egy kicsit meg is késtem, mert nagyon elácsorogtuk az időt a kirakatok előtt. Húsvét hetében mégiscsak tartozik egy szerető férj a feleségének azzal, hogy megmutatogatja neki, mennyi szépség van a világon az Attila körúttól a Retek utcáig. Tessék, tessék, integetett az igazgató az asztal főről, mikor restelkedve bekeszegeltem az ajtón. Már csak a kollégára várakoztunk szegény feje nem is sejtette, mennyire én rám várakoztak. A magyar irodalom professzora napirend előtt kért szót. Azt mondta, fontos bejelentést akar tenni. Ez abból is látszott, hogy a cvikkerét nem az orrán tartotta, hanem a kezében. Megengedik az urak? kérdezte udvariasan a direktor. Én bólintottam elsőnek, hogy meg. Kölcsei mondása szerint félve szólamlok meg, méltóságos elnök úr és nagy tekintetű tanárikar. Egy olyan hallatlan kegyeletsértést vagyok kénytelen e nagy érdemű testületnek tudomására hozni, amely nem csak felháborodással, hanem fájdalommal is eltölti keblemet. Amint hazánk nagy költője, Jókai Mór írja, őseinknél, a varhonitáknál az anyagyilkosságot olyan képzelhetetlennek tartották, hogy szavuk sem volt rá. Ezt a gonosztettet tettet névtelen bűnnek nevezték. Uraim, mély megdöbbenéssel jelentem, hogy egyik megtévejedett kartársunk, aki sorainkban ül, elkövette ezt a névtelen bűnt, elkövette a szellemi anyagyilkosságot. E, engedelmet kérek. A kolléga azért kért engedelmet, hogy szájára vehesse a vizes poharat az asztal közepére helyezett tálcáról. Mint gyakorlott szónok, a megszakítással is fokozni jóhajtotta a hatást. Halljuk, halljuk, kiabáltak a kollégák. Sőt, én magam is hajjukoztam. Nem csak udvariasságból, hanem őszinte kíváncsiságból is. Sőt, az igazgatón kívül én voltam az egyetlen kíváncsi a társaságban. Ki az ördög lehet az e közt, a sok gentleman közt, aki megölte az édesanyját? Magamra természetesen nem gondoltam, nem is gondolhattam. Először is, mert az én édesanyám még él, hála Istennek. Ő a levélhordó kutyanyakon ami nagyon szép állás volna, csak az a baj, hogy darabszám szerint fizeti a postamester. Mivel pedig kutyanyak levélforgalmi statisztikájában egyetlen levél szerepel havonta, az, amit én küldök haza minden elsején, abba kénytelen vagyok beletenni a fizetésem harmadát. Másrészt, ha anyagyilkos volnék is, a szónok azt köteles volna nekem megbocsátani, hiszen nekem köszönheti nagy irodalmi sikerét hiszen a Judeus Appella nélkül nem írhatta volna meg nagy feltűnést keltő értekezését Horácius antiszemitizmusáról különös tekintettel a magyar ódaköltészetre. Igen nagy sikere volt, külön nyomat is készült belőle, németre is le van fordítva kéziratban. Igaz, hogy a tanulmány heves polémiára is okot adott, amelynek során kiderült, hogy Horácius maga is zsidó volt, Ennél fogva az antiszemitizmusa nem lehetett őszinte, de hát ezért igazán nem lehet engem okolni. Úgy látszik pedig, mégis csak ezért kellett lakolnom. A szónok nehány korty ihlet után most már felém fordulva folytatta. Kérdezem a jelenlevő megtévejedett kollégát. Merje tagadni, hogy emese volt a magyarság ősanyja? mert az ő álmával kezdődött nemzeti történetünk. És merje tagadni, hogy mikor két nappal ezelőtt hazafelé menet az Emese Egyesület művészi plakátjára tettem figyelmessé, amely egy kis ázsiai álmot ábrázolja, amelynek nyomán nagy nevű elődeink Ázsiából Európába költöztek, ezzel a kvalifikálhatatlanul léha megjegyzéssel válaszolt, az álom nem lett volna nagy hiba, de tette volna inkább lutriba. A nemzeti érzésem ellen intézett orftámadás egy pillanatra megnémított, de amint elváltunk, rögtön följegyeztem ezt a példátlan blaszfémiát, s két jelenlevő kollégával tudom igazolni, hogy az szó szerint így hangzott el.